közös tanévnyitó szentmisére hívta Spányi Antal püspök az egyházmegye területén működő katolikus iskolákat. A Szentlélek hívó ünneplésen, amint egy 4000 diák és több száz pedagógus képviseletében érkező küldöttségek megtöltötték a székesegyházat. Több mint 4000 gyermek, közel 5000 és több száz pedagógus képviselői gyűltek most itt össze. Lelkileg is jó együtt lenni és a Szentlélek áldásával felkészülve kezdeni a tanévet, mondta Szalma István az egyházmegyei katolikus iskolák felügyelőségének elnöke köszöntőjében. Sajnos nem teszi lehetővé a bazilika méretét, hogy mindenki itt legyen, sem tanár, sem gyermek, ezért minden iskolát küldöttség képvisel. Itt vannak a szimbólumaink, az iskolazászlóink, ami színes képet mutat, és ennek a legnagyobb jelentősége, hogy püspök úr a közös imával, a közös áldozatbemutatással kihangsúlyozza azt, hogy milyen fontos iskoláinkban az egység, hogy azonos értékrendet tudjunk megvalósítani. Az évnyitó szentmise kezdetén a megyés főpásztor köszöntötte az egyházmegye fenntartásában működő és a szerzetes rendek által működtetett oktatási intézmények képviselőit és Böjte Csaba atya Szent Imre iskolaházának növendékeit. Az egyházmegye természetesen fontosnak érzi a közösséget. Azt a közösséget, amely az egyháznak is alapja. Közösség Krisztussal, közösség egymással. Most itt, amikor ezt az ünnepi közös veniszentét tartjuk meg, amelyben minden iskola, minden oktatási nevelési intézményünk képviselteti magát, és az egyházmegyében működő egyéb egyházi fönntartású, egyházi kötődésű intézmények jelen vannak, és eljöttek hozzánk. Spányi Antal püspök az ünnepségen kiemelte, hogy az oktatási intézmények egy közösséget alkotnak, amely komoly lelkész szellemi erő az egész egyházmegyének, Isten örömhíre terjesztésében, a világban való küldetés beteljesítésében. Azt kérjük Isten szent lelkétől, hogy úgy töltse be mindannyiunk szívét és lelkét, hogy hittel és lélekkel tudjuk a munkánkat végezni, és abba találjuk meg azt az örömet, amit a jó Isten belerejtett, hogy mi ezt az örömet, ezt a jó lelket, ezt a jó lelki életet próbáljuk meg ebben a világban mindenki felé sugározni. A közös veniszentére érkező diákok kiváló tanulmányi eredményük elismeréseként képviselhették iskolájukat. Ezen a veniszentén már harmadszor veszek részt, és nagyon örülök, hogy minden évben el tudok jönni ide. Az egész az iskolából sok ember, sok diák jön ide, és mindig nagyon örülünk, hogy ezen részt vehetünk. A szentmise végén a megyés püspök ajándékcsomagot adott át az iskoláknak a közös imádság és összetartozás jeleként, amely a hitfényének gyertyája mellett keresztény gondolkodásunk, közös értékrendünk megalapozójáról, egy Szent Istvánról szóló kötetet is tartalmazott.